Sziasztok, Szandra vagyok. Az van, hogy nem tudom mennyire hallatszik, de lakásfelújítás zajlik itt a környékünkön, és emiatt nem volt múlt héten sem videó, mert hát ugye azért viszonylag korlátozott. Esküszöm nektek, hogy eddig csönd volt. Szóval az a lényeg, hogy nem tudom, mennyire fog belehallatszódni a videóba. Múlt héten sem tudtam videózni, mert állandóan zörögtek, és hát nyilván korlátozott az, hogy mikor tudok felvenni videót. Úgyhogy most leültem, és itt vagyok, és elnézést ezért az introért, csak kicsit felbosszantottam magam, hogy megint, ahogy elindítottam a kamerát, megint elkezdtek fúrni. És ez tényleg nem hiszem el, hogy ez történik. Arra gondoltam, hogy ma nosztalgiázhatnánk egyet, ugyanis néhány nappal ezelőtt rendezgettem a fájlokat a számítógépemen, és ott voltak a régi videóim is, nem az összes, de jó néhány, és megtaláltam a 2014-es éves kedvencek videómat. Nem néztem meg, mert arra gondoltam, hogy inkább nézzük meg itt együtt, hogy 10 évvel ezelőtt, ezt még kimondani is durva, milyen kozmetikumokat használtam, mik azok, amiket esetleg még most is használok, meg úgy egyáltalán szerintem ez izgi, hogy miket használtam 10 évvel ezelőtt, és mondjuk mit gondolok most azokról a termékekről, amiket akkor használtam. Úgyhogy ha ez így tetszik nektek, akkor tartsatok velem. Megnyitottam a videót, és azért nincs ez még kerek 10 éve, mert hogy 2015. januárjában vettem föl ezt a videót, vagy legalábbis akkor került ki a YouTube csatornámra, ami ugye azért izgi, mert Lili 2015. januárjában született, és most azon gondolkozom, hogy ezt vajon felvettem előre ezt a videót, vagy nem is tudom, de minden esetre ez akkoriban történt, és úristen, nagyon máshogy néztem ki, mint most. Azt látom, hogy világosabb volt a hajam, és akkor még nem tudtam, hogy ezek a pasztell rózsaszín ajakkencék, ezek annyira nem állnak jól nekem, de hát nincs ezzel baj. Az ember mindig tanul, azóta voltam színtanácsadáson, és tudom, hogy ezek az én színeim, bár valaki azt mondja, hogy szerinte ez öregít engem, meg nem tetszik neki, és szerinte jobban áll nekem a világosabb haj, de én ezekkel, meg ezekben érzem jól magam, úgyhogy hát akkor indítsuk is ezt a videót. Kíváncsiak vagytok rá, hogy mik voltak a kedvenc smink és szépségápolási termékeink 2014-ben, akkor tartsatok velem. Kezdjük először is a hajápolási termékekkel. Az egyik nagy kedvencem volt 2014-ben, és ha jól emlékszem, ez már a 2013-as kedvencek között is szerepelt, az a Wella Pro Series Heat and Shine kétfázisú hővédő spré. Ezt össze kell rázni, mert hogy kétfázisú, ahogyan a nevében is benne van. Egyrészt védi a hőtől a hajat, másrészt pedig gyönyörű szép, fényesen csillogó lesz utána a kész frizura. Előre nem tervezem, hogy lecserélem, mert ennél jobbat én még nem találtam. Úristen, el nem tudom mondani, hogy mennyire imádtam ezt a hővédő sprét, és ha lehetne, akkor még ma is használnám, de sajnos ezt már nem lehet kapni. Emlékszem, hogy nem sokkal ezután megszüntették, tehát hogy így vadásztam még egy darabig ilyen mindenféle webshopokban, de sehol nem lehetett már kapni, pedig ez egy zseniális hővédő spray volt. Olyan gyönyörű fényt adott a hajnak, és olyan isteni illata volt, hogy az valami egészen elképesztő, és a mai napig nem értem, hogy miért kellett megszüntetni ezt a terméket, mert tényleg nagyon szerettem, és szerintem azóta sem találtam ennyire jó hővédő sprayt, úgyhogy ha nektek esetleg van tippetek, hogy mit használhatnék, ami legalább ilyen jó, mint ez volt, akkor írjátok meg, légy szíves, kommentben. A következő kedvencem az a Toni & Guy Cleanse száraz sampon. Tényleg nagyon hatékony, próbáltam már egy-néhány ilyen terméket, és ez vált be a leginkább. Nagyon friss az illata. Vannak olyan száraz samponok, amiknek az illata egyszerűen irritál, pedig amúgy jók lennének, de ez szerencsére nem ilyen. Nyilván ez nem arra szolgál, hogy most még akkor egy hétig az ember kibírja hajmosás nélkül, de végül is ez a két nap frissesség, amit ígér, ez teljesen reális. Erről a száraz samponról semmilyen emlékem nincsen. Nem emlékszem rá, hogy ez milyen volt, meg mennyire volt jó. Hát ha itt azt mondom, hogy jó volt, meg benne van egy éves kedvencek videóban, akkor valószínűleg tényleg így is van, de nem emlékszem már rá. Igazából száraz samponok tekintetében impulzusvásárló vagyok, szóval, hogy egyrészt ritkán használok száraz sampont, és hogyha elfogyott és veszek, akkor sokszor azt veszem, ami éppen akciós, vagy amiről nem tudom, éppen láttam egy videót, láttam, hogy valaki ajánlja, szóval, hogy száraz samponok tekintetében nem vagyok azért annyira márkahű, vagy ilyen nagyon ragaszkodnék egy
valamihez, talán lehet, hogy ez is amiatt van, mert nem találtam még olyat, ami ilyen hiper-szuper brutál jó lenne. A következő hajápolási termék, amit szintén nagyon szeretek, az a L'Oréal Professionnel White Stylers by Technique Art fixáló spray. Érdekes, mert hogy kicsit olyan száraz samponként is funkcionál, szóval ez nekem egy ilyen többfunkciós dolog. Nagyon jól rögzíti a hajat, viszont nem keményíti, meg nem nehezíti el, nincs ez a, tudjátok, ilyen ropogós érzés, hogy hozzányúl az ember a hajához, és érzi, hogy 6 kg hajlak van rajta. Mattító hatású is, tehát hogyha esetleg kicsit mondjuk zsírosabb a hajatok, amikor ezt ráfújjátok, akkor ez segít abban, hogy ne csillogjon annyira. Egyébként ez kizárólag fodrászszalonokban elérhető, tehát ezt így drogériákban nem fogjátok megtalálni. Erre a termékre emlékszem, ezt biztos vagyok benne, hogy valamilyen blogger rendezvény kaptam ajándékba, és tényleg nagyon szerettem, vannak róla abszolút emlékeim. Viszont azért nem vettem újra, amit itt a videóban is mondok, hogy ez csak ilyen professzionális fodrászszalonokban lehetett megvásárolni. Azért beszélek múlt időben, mert nem tudom, hogy lehet-e még kapni. De egy kicsit így macerás volt a beszerzése, de amúgy tényleg jó volt. És végül az utolsó két hajápolási kedvenc, ez a Schwarzkopf Professional BC Bionacur Hair Therapy Oil Miracle Rose Oil. Úristen, de hosszú neve van. Ezek valami zseniálisak voltak. Ezeket is tesztelésre kaptam anno először. Valami olyan isteni rózsaillatuk volt, hogy még most is érzem az orromban ezt az illatot, szóval tényleg fel tudom idézni, hogy ezeknek milyen illata volt, és főleg a hajolaj az egyszerűen tökéletes volt. Én nagyon szeretem a hajolajakat így hajegyenesítés után használni, most is használtam egyébként, mert hogy reggel egyenesítettem ki a hajamat, és azért szuperek ezek a hajolajak, mert tudjátok, mikor kivasaljátok a hajatokat, akkor ilyen nagyon ilyen csúszós, így száll, legalábbis az enyém az száll mindenfele, és a hajolajjal egy kicsit így le tudom simítani, nagyon keveset szoktam tenni ide a hajtövekhez is, nem így telibe, de hogy ami még a végén marad a kezemben, azzal kicsit így le simítom itt a tetején a babahajakat. Nyilván nagyon finom illatuk van ezeknek a hajolajoknak, kb. Mindegyiknek, amit használok, de nagyon szép csillogóvá is teszik a hajat, meg sejmessé, és nagyon puha lesz a hajnak a tapintása. És tényleg ez a termékcsalád, ez egészen kiváló volt. Emlékszem, hogy nem is volt olcsó. Utána még vettem belőle, bár ezt is csak azt hiszem talán interneten lehetett rendelni, meg ilyen professzionális szalonokban lehetett beszerezni, de ez annyira jó volt, hogy ebből vettem még. A hajolajból nem, mert ez nagyon sokáig kitartott, szóval az nem is tudom, hogy meddig használtam. Tényleg nagyon kevés kellett belőle, és a sampon is zseniális volt, úgyhogy tényleg esküszöm, megnézem, hogy ezt lehet vajon még kapni, vagy ezzel mi a helyzet? Ezt lehet még kapni, úgy látom, Schwarzkopf Oil Ultim Rose rózsaolaj, igénybe vett vékony szárva és normál hajra. 8000 forint. Azért az kemény. De lehet még kapni, ezt jó tudni. Rengeteg hajolajam van itthon, és most nem biztos, hogy csak azért vennék ebből, hogy legyen, mert van itthon, de ha egyszer elfogynak ezek a hajolajak, akkor lehet, hogy veszek ebből újra. Térjünk is hát a testápolási kedvencekre. Az első az a The Body Shop Honey Mania termékcsalád, úgy általánosságban, mert hogy gyakorlatilag az összes tagját imádom, kezdve a tusfürdőtől, a testradíron keresztül, a testvajon át, mindegyik egyszerűen isteni, finom, virágos, mézes illat, kicsit édeskés, de nem túl gel, én nagyon szeretem. A testvaj az, amit szeretnék kiemelni, mert hogy ezt nagyon sokat használtam 2014-ben. Nagyon jól hidratál, akár még a legszárazabb bőrt is megpuhítja. Ez az egyik legnagyobb kedvencem a The Body Shop testvajak közül. Na most, ha jól emlékszem, akkor ez a Honey Mania termékcsalád már nem kapható a The Body Shopnál évek óta, hanem mézes mandula teljes talán, ami lett helyette, vagy valamiért így rémlik, de ennek a testvajnak is az illata benne van most így az orromban, ahogy így megnéztem ezt a kis videórészletet, és fel tudom idézni ezt a mézes, édeskés, virágos illatot, tényleg nagyon finom illata volt, és hát a The Body Shop testvajak azok meg tényleg nagyon jók. Most is van itthon, nem ez nyilván, tényleg nagyon szuperek, főleg télen, amikor azért sokkal szárazabb a bőröm, sokkal inkább
igénybe van véve, amiatt, hogy hideg van, meg ugye fűtés szezon, úgyhogy olyankor szoktam főleg ezeket a The Body Shop testvajakat használni, illetve nagyon szeretem még a tubusos testápolóikat. Ez a testjoghurt nekem annyira nem jött be, valahogy nem érzem eléggé a hidratáló hatását, de a tubusos testápolók azok szintén nagyon jók. Elnézést, hogy itt piszkálom egyfolytában a hajamat, de mondom, most vasaltam ki, és nem győzöm elkotorni az arcomból. Mutatom is a következő kedvencet, ami a Dove Purely Pampering pisztáciás és magnóliás testápolóolaj. Ugye 2014 szerintem így az olajok éve volt, mert hogy rengeteg márka kijött különböző testápolóolajokkal, hajolajokkal, arcra való olajokkal, multifunkciós olajokkal. Nekem ez a Dove olaj lett a kedvencem. Másodpercek alatt beszívódik, és nagyon-nagyon finom illata van. Ezt a terméket is fel tudom idézni, hogy használtam, és hogy milyen is volt ez, de azóta nem használok már testápoló olajakat, szóval ezek valahogy így kikoptak a testápolási rutinomból, de ez így megvan, ez a Dove olaj. A végén pedig egy termékcsaládba tartozó két terméket mutatok. Ez a Garnier Body Oil Beauty testápoló, illetve testradír. Te jó ég, ezek mekkora kedvenceim voltak. Fú, de szerettem mindkettőt. Ezeknek is isteni finom illata volt. Ezeknek is fel tudom idézni most így az illatát. Kapható még? Vagy ezzel mi lett? Miért hagytam abba ezeknek a használatát? Szerintem megszüntették. Van egy olyan érzésem, de most rákeresek. Hát úgy látom, igen, hogy ezeket már nem lehet kapni. Igen, hát a szokásos, hogy valami, amit szeretek és nagyon szívesen használok, azt megszüntetik. Nagyon utálom, hogy rendszeresen ez történik olyan termékekkel, amiket nagyon-nagyon szeretek. Tényleg zseniális volt mindkettő, a bőrradír is, a testápolónak valami elképesztő formulája volt. Nagyon gyorsan beszívódott, de hihetetlenül puha lett tőle a bőröm, és nagyon jól hidratált, és tényleg olyan finom illata volt mindkettőnek, hogy már csak amiatt is magamra kentem őket, mert isteni illatom volt utána, de hát sajnos ezeket sem lehet már kapni. Térjünk rá az arcápolási kedvencekre. Azoknak, akik már követnek egy ideje, valószínűleg már a könyökén jön ki ez a tonik, ugyanis a Garnier Essential Sensitive Nyugtató Tonic Vitamina, ebből szerintem annyit elhasználtam ebben az évben, hogy egy szatyor megtelne az üres flakonokkal. Igen, ez valóban így volt, tényleg nagyon sokat elhasználtam ebből a tonikból, de sajnos ezt is megszüntették. Azt hiszem egy ilyen kétfázisú tonik lett helyette, vagy hát nem tudom, hogy mennyire helyette, de hogy ezt így ebben a formában már nem lehet kapni, pedig ez azért volt nagyon szuper, mert tényleg egy ilyen mindenmentes tonik volt gyakorlatilag, tehát semmilyen szinten nem irritálta, meg nem szárította a bőrömet. Tálom, hogy ezt sem lehet már kapni, már az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy azért manapság már rengetegféle tonik közül lehet választani, amikben mindenféle szuper hatóanyagok vannak. Én igazából tonikokból sem vagyok rácuppanva egyre, amit nagyon-nagyon szeretnék és folyamatosan vásárolnék, hanem úgy rotálom őket, tehát most is van egy Revox tonikom, illetve van még egy másik is, de annak most nem jut eszembe a márkája, a Lululemon Shopban lehet kapni. Na mindegy, majd ha eszembe jut, akkor beteszem valahova. Szóval a tonikok tekintetében nem vagyok elköteleződve egy termék vagy egy márka iránt, hanem mindig azt veszem, amire úgy érzem, hogy éppen szüksége van a bőrömnek. Ha már Garnier, akkor mindenféleképpen meg kell említenem a micellás vizet is. Szemfesték eltávolítására használom, nekem tökéletesen bevált rá, nagyon jól lehozza a szemfestéket, a szempillaspirált, nem irritálja a szemet, nem csípi, nem lesz piros utána, nem szárítja a bőrt, nem abszolút bevált. Na végre valami, amit még most is használok 10 évvel később, ezt a Garnier micellás vizet, ezt nagyon szeretem, igazából nem is nagyon tudom hová ragozni. Annyi különbség van szerintem a 10 évvel ezelőtti használathoz képest, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy akkoriban még nem mostam le a micellás vizet. Akkoriban talán nem volt még erről ennyi információ, meg
nem voltak ugye skincare influencerek, akik mindenféle hasznos infókat osztottak meg a közösségi oldalakon. Szóval akkoriban még nem mostam le a micellás vizet, miután ugye lemostam vele a sminkemet, de most már lemosom a micellás vizet is, hiszen vannak benne azért olyan anyagok, amik nem feltétlenül jók, hogyha ott maradnak a bőröm. De egyébként továbbra is ezt használom a sminkeltávolítás első lépéseként, tehát nem csak a szemfestéket, hanem az egész arcomról ezzel mosom le a sminket, és akkor utána használok valamilyen másik lemosót még így a két lépéses arctisztítás keretein belül. Ezt a mondatot most furán fejeztem be, remélem értitek, miről van szó. Szóval tök jó, hogy van itt végre egy olyan termék, amit már 10 évvel ezelőtt is használtam, és még most is használom, és továbbra is nagyon szeretem. Kell még említenem ezt a The Body Shop kamillás arctisztítóvajat. Inkább így a hűvösebb hónapokban használtam, tehát nyáron egyáltalán nem, mert hogy akkor sok volt a bőrömnek. Ilyen vajas állaga van, ahogy a nevében is benne van. A hidegebb hónapokban az én bőröm is szárazabb, és sokkal kellemesebb érzés egy ilyen vajjal áttisztítani és lemosni a sminket. Nagyon puha és rugalmas, finom tapítású lesz utána a bőröm. Ez a The Body Shop kamillás arclemosóvaj, ez még most is kapható. Valóban így a hidegebb hónap napokban szoktam belőle venni. Idén nem vettem még, mert hogy kaptam egy Clinique arctisztítóvajat, úgyhogy azt fogom most használni majd. Valóban így a hidegebb évszakban jó érzés egy ilyen bársonyos arctisztítóvajjal lemosni a sminkemet. Én a nyári hónapokban valahogy ezeket nem szeretem, nem annyira az én világom, de itt télen abszolút jók. Még egy utolsó arcápolási kedvenc, bár ebből már csak az üres vakon tudom nektek megmutatni, mert hogy most éppen nem ezt használom. Jól emlékszem, az év folyamán 3 vagy 4 flakonnal is elhasználtam ebből a La Roche-Posay Tolerén, vagy a sima ultra, vagy az ultra fluid verzióból, mert ugye a kettő nekem igazából nagyon hasonló, nagyon érzékeny bőrre való, tehát nem tartalmaz különböző irritáló anyagokat, nagyon kellemes az állaga, se nem túl könnyű, se nem túl zsíros, tehát pont megfelelő, nagyon jól hidratál, viszont nem zsírosítja nekem itt a T-vonalamat. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a La Roche-Posay hidratáló még kapható, bár én mostanában nem vettem belőle, de talán 2 vagy 3 éve használtam még ezt is. Ha a ti bőrötök extra érzékeny, akkor nagyon jó szívvel tudom ajánlani ezeket a La Roche-Posay Tolerén arckrémeket, mert tényleg szinte semmi nincs bennük, ami irritálhatná a bőrt. Basic hidratálókrém. Nyilván emellé még használhatsz olyan szérumokat, meg eszenciákat, amikben mindenféle egyéb aktív hatóanyagok vannak, de hogyha egy ilyen általános hidratálókrémet kerestek, akkor szerintem ez tök jó. Most már a finishben vagyunk, mivel már csak egy kategória van hátra, mégpedig a sminktermékek. Szerintem mindig ez a legizgibb, legalábbis én minden ilyen hasonló videóban ezt várom a legjobban. Kezdjük először a nem szemre való termékekkel. 2014-ben nálam a legtöbbet használt korrektor az a Catrice Camouflage Cream korrektor a 0-10-es Ivory árnyalatban. Ezt én a bőrhibákra használom, tehát a szem alatti részre nem, mert oda jobban szeretem a kicsit ilyen folyékonyabb, könnyedebb állagú korrektorokat. Viszont a bőrhibák elfedésére egyszerűen zseniális. Akiknek vannak pattanásai, vagy ilyen durvább bőrhibák, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani, ezt próbálják ki. Nem tudom, hogy lehet-e kapni még ezt a Catrice kamuflás korrektort. Én valamiért azt gondolom, hogy igen. Én jó ideje már nem használom, és nem azért, mert ne lenne egy szuper korrektor, hanem azért, mert egyszerűen nincs szükségem jó ideje olyan korrektorra, amit így külön bőrhibákra használnék. Tehát nagyon ritkán vannak pattanásaim, ha ne adj Isten van is, akkor arra vagy teszek stiftes korrektort, vagy ott egy picit esetleg építgetem még az alapozót, szóval nem használok már ilyen tégelyes korrektort. Látom, hogy van folyékony ilyen applikátoros verzióban, úgyhogy az is lehet, hogy az van most már helyette, nem tudom, de annó én ezt nagyon-nagyon szerettem, és tényleg egy nagyon jól fedő, szuper kis korrektor volt. A másik nagy kedvencem, ami mondjuk így az arc smink kategóriához tartozik, az a Garnier 5-Sec Perfect Blur Primer. Nagyon érdekes, kicsit ilyen habállagú termék. Az ember fölkeni, és 5 másodperc múlva azt látja, hogy a bőrhibák azok így homályosodtak. Nagyon jó smink alap, sokkal tovább marad matt a bőröm, amikor ezt használom, tehát később fényesedik át. Erre a primerre is emlékszem. Tényleg ilyen
habos, levegős állaga volt, ilyen nagyon fura hangot adott ki, amikor kinyomtam a tubusból, és igazából abszolút valid minden, amit elmondtam, tehát ez tényleg egy olyan primer volt, amit ha felkentél, hát nyilván tele volt szilikonnal, akkor így elhomályosította a bőrhibákat, ezt már szerintem nem lehet kapni, és én nem is használok már primert jó ideje, nem is tudom, hogy van-e itthon primerem, lehet, hogy van egy, de egyszerűen nem része már a smink rutinomnak. Amikor reggel sminkelek, akkor az egy ilyen 5 perces folyamat körülbelül, amiben tényleg annyi fér bele, hogy fényvédő, alapozó, egy kis púder, egy kis pirosító, szempillaspirál, ha nagyon ráérek, akkor még a szemöldökömre teszek egy színezettel szemöldökzselét, meg valami a számra, és így ennyi, ez tényleg így 5 perc alatt megvan, és primert még ilyen nagyon különleges alkalmakkor sem nagyon használok. Jöjjön még 2 szájra való termék, az egyik az a Catrice Ultimate Stay 050-es Move Your Lips árnyalatú rúzs, ami egy csodaszép nude rúzs, erről írtam már a blogon, hogy számomra ez a tökéletes nude árnyalat, kicsit ilyen lilás-barnás szín, ami nagyon hasonlít az én ajkaim eredeti színéhez. Egyáltalán nem szárít, nagyon kellemes érzés ezt viselni az ajkakon. Hát azóta már tudom, hogy a barnás árnyalatú rúzsok, meg ajakra való termékek egyáltalán nem állnak jól nekem. Tudjátok, volt az az időszak, amikor ezek a barna, meg nude ajkak voltak a divat, és emlékszem, hogy én is össze-vissza vásárolgattam ezeket a barna, ilyen folyékony mat ajak rúzsokat, meg barnás rúzsokat, meg nude rúzsokat, és nem értettem, hogy mi a francért áll mindegyik rajtam olyan nagyon hülyén, és miért van az, hogy másokon meg tök jól néz ki, aztán rájöttem, hogy valószínűleg azért, mert a színtípusomhoz nem passzol egyszerűen ez a szín, és akármit is csinálok, valószínűleg soha nem fog jól mutatni rajtam, úgyhogy azóta már elengedtem ezeket a barnás árnyalatú rúzsokat, de az viszont biztos, hogy a Catrice az nagyon jó ajaktermékekben, most is szerintem legalább 3 vagy 4 Catrice márkájú ajakra való bármim van itthon. Erre a rúzsra konkrétan csak azért nem emlékszem, mert akkoriban nagyon sok rúzst használtam. És a másik ajakra való kedvencem 2014-ben az a NYX Mega Shine Lip Gloss, mégpedig a 129-es bézs árnyalatban, ami azért csalóka, mert ahogy láthatjátok, ez minden csak nem bézs. Ez egy ilyen szép, természetes rózsaszín árnyalat. Hát igen, ilyen szájfényt sem használok már. Itt a videóban egyébként valószínűleg ez a szájfény volt az ajkaimon, mert látszik, hogy egy ilyen világos rózsaszín árnyalat. Ezek sem állnak jól nekem, tehát hogy egyszerűen sápasztanak ezek a nagyon halovány színek. De erre a szájfényre erre emlékszem, és arra is emlékszem, hogy ez egy nagy kedvenc volt. Talán még ilyen külföldi YouTube-osoknál is feltűnt ez a szájfény, mert olyan sokan szerették, és tényleg vicces, hogy az volt a neve, hogy bézs, mert egyáltalán nem bézs volt. Végül, de nem utolsó sorban jöjjenek a szemre való kedvencek. Először is szeretném kiemelni a L'Oréal Color Infallible szemfestékeket. Annyira jók ezek a szemfestékek, kicsit ilyen préselt pigment jellegű dologra gondoljatok. Gyönyörű egyszerűen a pigmentáltságuk, annyira az ember épp, hogy csak belenyúl, és annyira szép színe van, élénk, fényes, egyszerűen álom. Tartósak is, nyilván én mindig használok alájuk szemfesték alapot, majd ezt is mindjárt mutatom. Szépen lehet őket satírozni. Szerintem itt a videóban is az egyik ilyen L'Oréal szemhéjpúder volt a szememem, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen árnyalat. És tényleg zseniálisak voltak ezek a szemfestékek. Számomra ilyen profi minőséget képviseltek, mégis a drogériában lehetett megvásárolni őket. Nagyon érdekes állaguk volt, mert kicsit olyan volt, mintha ilyen krémes állagú szemfestékek lennének, mert hogy ezek ilyen préselt pigmentek voltak, és valami fantasztikusan gyönyörű színük és fényük volt. Nagyon szerettem őket, és volt belőle 5 vagy 6 darab. Ez is megszűnt sajnos, pedig nagyon jók voltak tényleg. És ha már itt az előbb a szemfesték alapot említettem, akkor mindenféleképpen szót kell ejtenem a Milani szemfesték alapról, ugyanis 2014-ben fedeztem ezt fel, én ezt a Cherry Culture weboldalról rendeltem, de nem vagyok benne biztos, hogy ott ez még mindig kapható. Na ez is egy olyan ikonikus termék volt, amit hát
külföldi youtubereknél láttam először, és rengeteg embernél feltűnt, és annyira kíváncsi voltam rá, hogy mindenféleképpen szerettem volna én is rendelni belőle, de akkor Magyarországon még semmilyen módon nem volt elérhető már, mint hogy magyar webshopokban, hát üzletekben meg sehol nem volt még a Milani, ugye most már van a DM-ben, hogyha jól emlékszem, de akkoriban még nem volt, úgyhogy egy külföldi weboldalról sikerült megrendelnem, és tényleg zseniális volt ez a szemfesték alap. Most közben itt rákeresek erre is, hogy lehet-e valahol kapni. Én nem néztem meg a DM-ben található kis milánis tálcát, hogy ott van esetleg, de úgy látom, hogy nem, mert nem kapható. Hát sajnálom, mondom, tényleg ez van, hogy a jó dolgok, meg amiket szeretek, azok mindig megszűnnek. Mostanában egyébként nagyon ritkán használok szemfesték alapot, egyrészt mert ritkán teszek a szememre szemfestéket, viszont amikor igen, akkor a Catrice-nek az egyik ilyen applikátoros szemfesték primerjét szoktam használni mostanában, és ez abszolút jól működik. Ilyen fehér tubusa van, és narancssárga a kupakja. Azt hiszem, nincsen semmi konkrét neve, csak ennyi, hogy mattító szemfesték alap, vagy valami ilyesmi. Szerintem ezt a szempillaspirált sem kell már nagyon bemutatnom azoknak, akik követnek. Ez a Bourjois One Second Volume szempillaspirál. Akárhányszor ez volt rajtam videóban, mindig megkérdeztétek, hogy milyen szempillaspirál van rajtam, mert hogy bombasztikusak a szempilláim, annyira tökéletes pillákat varázsol, szétválasztja őket, dúsít, hosszabbít, göndörít, extra fekete, egyszerűen extra szuper pillákat varázsol. Ez tényleg egy nagyon jó szempillaspirál volt. Emlékszem, hogy ilyen gumisörtés keféje volt, amit volt, hogy nem szerettem, mert azért eléggé hegyesek voltak a tüskék, és azért ott a szememnél, mikor így spiráloztam, és sikerült valahogy belenyúlni a szemembe vele, az nem volt egy kellemes érzés, de ezt leszámítva tényleg nagyon-nagyon szép szempillákat lehetett vele festeni. Szempillaspirállal úgy vagyok, hogy bemegyek a drogériába, és kapásból rá tudnék mutatni háromra, amit imádok, mert tényleg nagyon sok jó szempillaspirál van. Én főleg a L'Oréal-nak a spiráljait szeretem, illetve a Maybelline-nek is vannak jók, meg a Catrice-nek is. Úgyhogy hát nem mondom, hogy nem sajnálom, hogy ez már nincs, de szerencsére azért kaphatok még most is szuper spirálok. Rengeteget használtam tavaly az Essence Big Bright Eyes Highlighted Pearly. Hát ez tulajdonképpen ilyen jumbo szemceruza. Több dologra is lehet használni, de én leginkább az alsó vízvonalat húztam ki ezzel. Igen, akkoriban volt ez a trend, hogy a vízvonalra ilyen nagyon világos nude színű, vagy világos rózsaszín, vagy fehér szemceruzát használtunk, hogy ezáltal így nagyobbnak tűnjön a tekintet, egy kicsit jobban kinyitotta a tekintetet ez a világos szemceruza a vízvonalon, és hát én is jó ideig alkalmaztam ezt a módszert, és erre tényleg nagyon jó volt ez az Essence szemceruza, ami elég krémes vagy puha volt ahhoz, hogy mondjuk akár ide a belső szemzugba is fel lehetett vinni, vagy a szemöldök csontra is, de láttam olyat is, aki ide használta a highlighternek. Ezt sem lehet már kapni szerintem, és talán mostanában már nem is annyira divat ez, hogy ilyen világos szemceruzát tegyenek a vízvonalra. Én sem csinálok már ilyesmit, bár én szerintem semmilyen szemceruzát nem teszek már a vízvonalamra, feketét se, meg semmilyet sem, de akkoriban ez tényleg egy nagy sminktrend volt. Mindenféleképpen meg kell említenem a Maybelline Master Shape szemöldök ceruzát a Soft Brown árnyalatban, ugyanis a 2014-ben használt szemöldök formázók közül nekem ez vált be a leginkább. Ez egy ilyen vaxos, viaszos állagú szemceruza, ami ugye amellett, hogy némi színt is ad a szemöldöknek, tehát ki lehet vele tölteni a hiányzó részeket, a kósza szálakat kicsit így összetapasztja, illetve a helyükre teszi, és nem is mozdulnak utána. Ezen kívül van egy nagyon jó kis kefe egyébként a másik végén, amivel remekül át lehet fésülni a szemöldököt. Mennyire szerettem ezt a szemceruzát, tényleg nagyon-nagyon sokat elhasználtam belőle, és tényleg tökéletes volt, az egyetlen hibája az volt, hogy nagyon gyorsan fogyott. Megcseltem vele az egyik szemöldökömet, már hegyezhettem, jött a másik, megint hegyezhettem, és így nagyon gyorsan elhasználódott, de hát vettem, mint a cukrot, mert hogy tényleg nagyon jó volt, és
tényleg a keféje az kimondottan szuper volt, jó méretű volt, szépen át lehetett vele fésülni a szemöldököt. Most is használok még egyébként ilyen jellegű szemöldök ceruzát, bár amik vannak itthon, azok nem ennyire puhák, de szeretem ezt, amikor van egy ceruza, meg van a ceruza végén egy kefe, amivel át tudom fésülni, de az esetek nagyobb részében inkább színezett szemöldök zselét használok, mivel nekem azért ugye van szemöldököm, ezért csak egy ilyen színezett szemöldök zselével át szoktam futni rajta, azzal egy kicsit rögzítem a szálakat, ad egy kis színt is, kicsit ki is tölti a hiányzó részeket, szóval nekem az a legjobb és leggyorsabb megoldás, de vannak még egyébként ilyen szemöldök ceruzáim is, amiket használok néha. Végére nem maradhat ki az Urban Decay Naked 3-as paletta. Ez a paletta egyszerűen gyönyörű, imádom. Úristen, ez a paletta mekkora sztár volt, meg úgy összességében az Urban Decay Naked paletták, hát mekkora őrület volt ezek körül, a paletták körül, akkora hype volt, és minden videósnál, és minden külföldi youtubernél ott voltak ezek a paletták, és emlékszem, hogy mennyire vágytam ezekre a palettákra, és nem tudom, hogy ez volt az első, vagy a Naked 2-es, de úgy emlékszem, hogy megvolt mindkettő, illetve aztán megrendeltem a picikét is, a Naked Basics palettát, meg volt egy nagyobb is, amit megrendeltem, aminek viszont már ilyen négyzet alakja volt. Az is valami Naked Basics volt, de abban több szemfesték volt. Na mindegy, szóval, hogy igen, én is felültem annó erre az Urban Decay Naked paletta hype vonatra, és egyébként tényleg jók voltak ezek a paletták, szépek voltak benne a színek, jó volt a festékek minősége. Általában azért volt egy-két olyan szín a palettában, ami kicsit gyengébb volt, jobban porolódott, vagy nem volt talán annyira pigmentált, de azért összességében a legtöbb szín az jó volt benne, és szépen lehetett velük sminkelni, szép volt a smink, ami elkészült ezekkel. Ez a palettám, ez már nincs meg. Hát igen, azért ez egy 10 évvel ezelőtti felvétel, szóval 10-11 éves palettát már nem biztos, hogy használnék is, max így szentimentális okokból tarthattam volna meg, de nem tartottam meg, úgyhogy ez nincs már meg, de annól nagyon szerettem. Hát igazából ennyi lett volna a 2014-es kedvences videóm. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok erről az egészről, hogy most ezt így együtt visszanéztük. Nekem egyébként nagyon fura volt visszanézni magamat. Ezt tizenakárhány év alatt sem szoktam meg. Egyébként azt néztem, hogy nem csak világosabb volt a hajam, hanem sokkal rövidebb is, mert egészen kis csuri coffon volt. És hát ez még az előző lakásban készült, a régi kanapénkon, ott volt a falon mögöttem az a zöld falmatrica. De jó volt egy kicsit nosztalgiázni, és remélem, hogy tetszett nektek is ez a videó. Ha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy a 2014-es kedvenceim között volt-e olyan, amit mondjuk ti is használtatok. Ez szerintem nagyon izgi lenne így erről beszélgetni. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor írjátok meg, és hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!